Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Telekom székházban, illetve a stream előtt. Kutas István vagyok a Magyar Telekomtól, és a Telekom nevében nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan vannak, úgyhogy most még székeket is kell itt közben berakni. Reméljük, hogy mindenki le tud majd ülni. Most Fórum, a rendezvényünk neve. Miért Most Fórum? Azért, mert mi a Telekomnál úgy gondoljuk, hogy a most az egy nagyon jó kor, egy csodálatos kor. Rengeteg lehetőséget ad nekünk, jobban élhetünk, mint apáink, nagyapáink. Miért? A digitalizáció miatt. A digitalizáció jobbá, kényelmesebbé teszi az életünk számos aspektusát, és hatékonyabbá a gazdaságot, a munkánkat. Ezt szeretnénk bemutatni a Most Fórum programsorozattal, aminek most már negyedik állomásához értünk. Végignéztünk olyan témákat, mint hogy hogyan alakítja át a digitalizáció a humán erőforrást, hogyan alakítja át az egészségügyet, hogyan alakítja át a kultúrát, és most egy különösen izgalmas témához érkeztünk, a sporthoz, ami nagyon fontos a Telekom számára, hiszen tudjuk azt, hogy ez egy nagyon fontos emocionális kérdés rengeteg embernek Magyarországon, rengeteg ügyfelünknek, ezért nagyon lelkesen évek óta támogatjuk a bajnokcsapatokat, a legerősebb szurkolói bázissal rendelkező csapatokat, ugye a Fradit, a Veszprémet, és még sorolhatnám. Úgyhogy most nagyon izgatottan várjuk ezt a témát, hogy a sport és a digitalizáció hogyan kapcsolódnak, hogyan alakítják át a világunkat. Úgyhogy jó szórakozást, tartalmas estét kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, jó estét kívánok, Petrovics Mérei Andrea vagyok, az M4 Sport szerkesztő műsorvezetője, és enyém a megtiszteltetés, hogy ilyen illusztris társaságban beszélgessünk erről, ami lehet, hogy elsőre egy sportoló számára kicsit visszásan hangzik, hogy a digitalizáció az új dopping, mert ha meghallják azt a szót, hogy dopping, akkor nem feltétlenül pozitív dolgok jutnak eszükbe. Na de hát azért itt az alkalom, hogy akkor ezt átfordítsuk, vagy egy kicsit lefordítsuk a modern technológia nyelvére. Ugye én több mint 20 éve dolgozom a sporttelevíziózásban, és azért ezt az elmúlt időszakot hát átéltem, amikor is ez a technológiai újítás, robbanás betört a szerkesztőségbe. Hát most ezt egy picit más aspektusból is fogjuk megvilágítani, és megbeszélni, hogy mi is történt, és milyen hatással volt ránk. És hát természetesen köszönjük, hogy itt vannak, de hát a Telekom YouTube csatornáján keresztül ugye online is lehet követni ezt a beszélgetést, úgyhogy reméljük, hogy ott is sokan csatlakoznak majd hozzánk. Hozzám és Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszóhoz. Szia, jó estét! Estét kívánok! Lukovicki Rékához, aki a Suhany Alapítvány egyik önkéntese, amelyet az ELTE egyetemi hallgatója, és hát ha a jövőbeli terveidet nézzük, akkor paraatlétaként is talán köszönhetünk. Mellettem dr. Irmai István, egyetemi docens a Testnevelési Egyetemről, kicsit majd a rekreáció szempontjából is megvizsgáljuk ezt a bizonyos doppingszert. Dörnyei Balázs a Ferencváros női labdarúgó csapatának vezetőedzője. A profik oldaláról mutatja majd meg, hogy hogyan néz ez most ki. És hát azért a közgazdást sem hagyhatjuk ki. Ugye azért szerintem, hogyha velünk tartottak akár az M4 Sporttal az elmúlt években, akkor Szabados Gábor is ismerős önöknek, mert hogy nagyon sokat szakértett nálunk is. Szia, jó estét kívánok! És természetesen önök is bekapcsolódhatnak majd a ma estébe, mert mindenki kapott egy kis nyakbaakasztót, amin van egy QR kód. Annak segítségével le tudnak tölteni egy applikációt, és mi hát a beszélgetés során majd fel fogunk tenni önöknek eldöntendő kérdéseket, amelyet a program menüpontban megtalálnak, hogyha letöltik ezt az applikációt, és hát kíváncsiak vagyunk a véleményükre, és majd fogok szólni, hogy mikor kell melyik kérdésre válaszolni, és azonnal meg is jelenik majd itt mögöttem, és természetesen megbeszéljük a látottakat az önök segítségével, hogy értékeljük a válaszokat azokra a bizonyos kérdésekre. De hát akkor vágjunk is bele gyorsan, mert hát azért szalad az idő, és ahogy mi itt elmúlt pár percben végigvettük azt, hogy miről is van szó, hát arra jutottunk, hogy mindenkinek mindenhez van hozzáfűzni valója. De egy picit akkor menjünk vissza a múltba. Ági, amikor te úsztál, nem volt olyan rég, tegnap előtt, ebben is megállapodtunk. De hát amikor te úsztál, akkor azért még kicsit más volt a háttér, mint a jelenkorban, amiben belelátunk. Vannak ilyen vágyódásait, hogy jó lett volna, ha ez akkor is megvan? Ez a
tegnap az úgy néz ki, hogy 10 éve hagytam abba az élsportot, és 20 éve volt, amikor én a világi vonalban voltam, tehát ez mondjuk a 90-es évek második fele, a 2000-es évek eleje. Azóta rengeteg minden változott, és hát tényleg a digitalizáció az berobbant az életünkbe. A 90-es években, amikor én voltam versenyző, akkor lehet, hogy az elején még DVD lejátszó sem volt, videó lejátszó az volt, tehát az is már egy nagyon nagy dolog volt, hogy fel tudtuk venni videóra az úszást, és lassítva visszanézni, hogy esetleg hogyan tudnánk fejleszteni a technikánkat. Hát nyilván napjainkban ez egészen máshogy van. Hogyha egy konkrét példát kéne hozni az úszósportból, akkor én a fürdőruhákat hoznám, hiszen azt esetleg a nagy közönség is talán végig kísérte részben, hogy azért a fürdőruhák között fürdőruhákkal kapcsolatban elég sok újságcikk volt, meg egyébként látni is lehet a sportolókon. Az a bizonyos cápadressz? Igen, amikor úgy voltak a sima, úgymond fecske, fürdőruha, fürdőnadrág, és akkor egyszer csak hosszú lett, itt lett hosszú, ott lett hosszú, térdigért, és már lassan azt vették észre a sportolók, hogy teljesen elindul egy technikai irányban az úszás, ami egy ideig rendben volt, és utána a Nemzetközi Szövetség pedig azt mondta, hogy jó, akkor ezt itt most megállítja, és innentől kezdve pedig egy olyan szabályzatot hoztak be, hogy minden fürdőruhát a Nemzetközi Szövetség bevizsgál, úgymond, hogy egyenlő feltételek legyenek, tehát hogy nagyon jó, hogy ennyire sokat fejlődött az úszódressz, de hogy az a legjobb, hogyha a sportolók fejlődnek sokat. De ettől függetlenül napjainkban egészen más segítségeket is azért igénybe lehet venni, mint annak idején, és hát mindenképpen szeretném hangsúlyosan kiemelni azt, hogy a kőkemény munkát azt nem lehet megkerülni, azt meg kell csinálni, de nyilván szélesebb a paletta, és több segítséget lehet kapni. Mi az, ami mondjuk az úszósportban nem volt akkor, amikor te úsztál, és most van, és ezért annak komoly hatása van erre a sportágra, mert oké, hogy akkor még egy jegyzetfüzetbe írogatták a részidőket az edzésen a mesterek, most meg mondjuk egy tabletbe, egy Excel táblázatba szerkesztik, hogy mennyit kéne úszni, de ugye ez annyira nem látványos. Amit én látok, hogy a mennyiség jobban átment a minőségre. Nagyon részletesen nem látok bele, de sokféle eszközt használnak, tehát tényleg digitalizált eszközt, ami segíti, amivel mérni lehet, amivel jobban ki lehet mutatni mindenféle adatokat. Illetve nem csak az úszómedencében, hanem ugyanaz a szárazföldön is. Annak idején nekünk is volt szárazföldi edzés, de messze nem olyan, mint most. Tehát ott is sokkal jobban, sokkal több mindent mérnek, rögzítenek, különféle eszközök vannak az, hogy még optimálisabban tudjanak készülni a sportolók. Ugye ez a sportolókra is vett egy kis terhet, vagy akár plusz feladatot ad, de az edzőknek is, mert azért nagyon sok újítással, újdonsággal kellett megismerkedni, megtanulni, és aztán azt okosan használni. De ez így van. Igazából talán a labdarúgás az a sportág, ahol a legnagyobb anyagi bázis van az, hogy mindenfajta új módszert beépítsenek, illetve olyan óriási a konkurencia a csapatsportok közül, talán itt a legnagyobb, hogy rákényszerül az ember, hogy a legkisebb, legapróbb dolgokat is megpróbálja helyére igazítani, hogy adott esetben nyerjen egy gólt egy mérkőzésen, vagy még egy gólhelyzetet. Úgyhogy nálunk nagyon, nagyon sokféle eszközt lehet használni. Ha most lenne 3-4-5-6-7 óránk, meg napunk, akkor tudnék égtelenség mesélni arra, hogy mi mindent használunk, meg mennyi adatot elemzünk, de talán, ha lehet, akkor két eszközt mondanék. Ugye a futballban egyrészt a mozgással foglalkozunk, hogy egy játékos hogyan teljesít fizikai aspektusból nézve a mérkőzésen, másrészt meg nézzünk olyan dolgokat, ami a játékolvasás része, hogy mit csinálunk, mivel töltjük meg tartalommal a pályán történt időt. Az egyik eszköz az a player tag, ezt elhoztam magammal egyébként, hogy ha valaki esetleg nem látott még ilyet. A lányok hordanak egy mellényt, abban van egy GPS alapú jeladónk, ez a lelke az egésznek, ugye 3 műholdnak az adataival van kapcsolatban, 3 műholdat használunk egyszerre, és amikor végeztek az edzésen, akkor bejönnek, beleteszik ebbe a kis töltőbe, a töltőn keresztül feltesszük az adatokat egy felhőben, és ott igazából minden játékosnak, minden csapatészünknek külön tudjuk nézni a mozgás adatait, ha esetleg segítenek a műszaki kollégák, akkor készítettünk 2 képet erről. Itt van. Ugye maga ez a rendszer, hogy ott lehet látni fölöttünk, hogy minden játékosnak külön a futó teljesítményét kírja. Egyébként rengeteg táblázat van még, de azt gondolom, hogy olyan mennyiség adatot kellene feldolgozni, amire emberi agy feltétlenül nem képes, mert nincs is szükség rá. Úgyhogy én egy szűrőt használok, ez a szűrő pedig maga az a játék filozófia, amit a csapatunk képvisel.
ebből leképeződik az a játékstílus, amit alkalmazni akarunk a pályán, és van egy játékkép a végén, amik azokat az elemeket tartalmazzák, ami a mi stílusunkat alkotja, és ebből ez alapján, a szűrő alapján nézek én játékosoktól adatokat. Ez a kép igazából azt jelzi, hogy milyen fizikai teljesítményt tudnak nyújtani a pályán. Lehet látni, hogy a csapatnak a futó mennyisége ezen a mérkőzésen, egyébként a Bajnok Ligájában a legjobb négy között játszott Bröndivel játszottunk. Simán lefutnak a lányok 116 kilométert, ez az ugyanannyi, vagy még több, mint a fiúknál. De jelzem, hogy ezt itt a teremben ülőknek a 90%-a 90 perc alatt simán le tud tekerni 10-11 kilométert, az majdnem vagy a túra tempó egyébként. Ugye nem a mennyiség a lényeg itt is, hogy visszautalnék talán arra, amit Ági mondta az előbb, hogy már a minőség, hogy milyen minőségi mozgásokat végeznek, hogyan gyorsulnak, hogyan lassulnak, hány irányváltásuk van. És mondom, a mi játékstílusunkban például nagyon fontos az, hogy a középpályások milyen teljesítményt nyújtanak a pályán. Általában dominálunk a mérkőzéseken, úgyhogy egy másik képen nézve láthatjuk, hogy egy adott játékos hogy néz ki, a mérkőzés bizonyos periódusában mennyit mozgott, hol tartózkodott a pályán, ezek mind-mind plusz adatok, de hozzátenném, hogy ezek az adatok, illetve ezeknek ismerete, ez abszolút nem helyettesíti a játékosnak a magas szintű futball tudását. Tehát bármilyen furcsa, a futball egy komplex sportág, nem szabad fizikai szemüvegen keresztül nézni, mert maga, ami a pályán történik, annak a nagy része az agynak a függvénye. Ugye mindig el szoktunk ájulni tőle, hogy 10-12 kilométert futnak a játékosok, akkor mondanék egy másik adatot, erre születtek mérések, hogy egy 90 perces mérkőzés alatt 1,5 millió, 1,8 millió döntést hoz az agy egy mérkőzésen. Az egy sokkal nagyobb szám. Ebből le lehet képezni, hogy melyik az, amelyik meghatározza a mérkőzés végeredményét inkább, hát nyilván a második, hogy milyen szintű futballtudással rendelkeznek a játékosok. És akkor van egy másik eszköz, amit használunk, igazából ez az Instat nevű rendszer. Érdekessége, hogy egyébként orosz, jellemzően a digitalizációban nem feltétlenül orosz cégeket gondolnánk a világ élvonalában. Ugye ez jelzi ez a kis táblázat, hogy milyen minőségi munkát végeznek a játékosok, a passzok számától kezdve, a párharcokon keresztül, ebbe aztán tényleg millió egyfél adat benne van. Nagyon kell figyelni rá, mit olvasunk ki ezekből az adatokból. Talán az egyik legjellemzőbb példa arra, hogy nagyon sokszor látjuk televízióban, újságcikkekben a párharcokat, mikor küzdenek egymással játékosok, hogy aki több párharcot nyer, az megnyeri a mérkőzést. Nos, ez egyáltalán nem így van. Általában azok a csapatok, amik magas szintű futballkultúrával rendelkeznek, nagyrészt elveszítik a párharcaikat a mérkőzéseken, tehát általában az ellenfél több párharcot nyer, abból kifolyólag, mert ők futballozni akarnak, nem pedig háborúzni a pályán. Még azok, akik gyengébb képességgel rendelkeznek, ők nyilván próbálnak az ütközésekre hangsúlyt helyezni. Mennyire veszed figyelembe a száraz tényeket, számokat egy döntésnél, akár hogy kikerül a csapatba, hogy ki játszik? Ugye most bajnoki döntőben vagytok benne, az első meccset megnyertétek, vasárnap jön a második, reményeit szerint utolsó. Te mennyire befolyásol téged az emberi tényező, és mennyire a számok csak? Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. A mérkőzés szempontjából, tehát a mérkőzés elemzésnél nem, de miután az edzéseket is monitorozzuk, ezért az alapján nagyon sok mindent lehet szűrni, hogy ezek az eszközök segítenek abban is nekünk, hogy a játékos fizikai állapotát feltérképezzük. Amiben nem segítenek, az a mentális állapota éppen, az edzőre marad, de volt már arra példa, hogy két középpályás közül azt választottam egy mérkőzésen, aki a heti edzés munka alapján jobb állapotban tűnt számomra, tehát igen, segítség hozzá, de nem kizárólagos módon. Hát ugye ez már gazdasági következménye is vannak egy-egy ilyen döntésnek, mert ugye régen azért csak az edzőkre volt bízva, nagyon idézőjelben és nagyon csak, hogy az ő mit lát, mit értékel, hogy érezte azt az adott sportolót, akár csapatsportolóról, akár egyéniről van szó. De hát most már azért ezek a számok, ugye ez az Insta táblázat is, amit az előbb láttunk, azt ugye mi is megkapjuk, az M4 sport szerkesztőséget, tehát mi is látjuk ezeket a számokat, mint ahogy mondjuk egy nagyobb szerkesztőség, vagy egy sport közgazdász. Befolyásol? Így van, és mondhatjuk azt, hogy teljesen átalakul az, hogy például mondjuk egy futballklub hogyan működik. Eddig a szakmai munka egy fekete doboz volt. Tehát igazából a klubvezető nem látott bele, ott volt az edző, aki a teljhatalmú ura volt a szakmai munkának, és nem igazán tudott semmit arról a klubvezető, hogy mi történik a szakmai munkában. Most már, hogy vannak ezek a számok, amiket itt Balázs is mutatott, ezek egy klubvezető, mondjuk egy közgazdász, vagy gazdasági felkészültségű klubvezető számára nagyon jól interpretálhatóak, magyarázhatóak, mert hát számokkal dolgozik tulajdonképpen egész életében. Nem tudom, hogy a Moneyball pénzcsináló című filmet ki látta Brad Pitt-tel a főszerepben, ugye arról van szó, hogy egy baseball csapatot kifejezetten az ilyen statisztikai számok alapján
raknak össze, és ez egyébként a futballban is azt a munkát, hogy például mondjuk a játékos keretet hogyan válogatják össze, és egyáltalán ki az, aki maradjon a klubnál, ki az, aki nem, amelyek ugye nagyon fontos döntések, lényegében hogy a legfontosabb erőforrását jelenti a játékos a klubnak, tehát én értelemben a legfontosabb gazdasági döntések közé tartoznak. Ezekkel az adatokkal a klubvezetők sokkal több mindent tudnak arról, hogy hogyan alakítsák például a játékos keretet, tehát ilyen értelemben a szakmai munkával egy sokkal nagyobb összhang valósul meg, ez a fekete doboz, ez kinyílik. Tehát ilyen értelemben a sportvezetőknek a munkáját is rendkívül segíti minden ilyen eszköz, ami láthatóvá és vizualizálhatóvá teszi a szakmai munkát. Ugye ez olyan szinten kinyílik ez a fekete doboz, hogy bárki számára nem feltétlenül legyen instant-szerű, de azért egy butított verzió, ami egy normál mezei halandónak pont elég, elérhetővé válik, akár egy olyan óra segítségével, hogyha elmennek futni, akkor ugye nagyon sok adatot megtudnak a saját teljesítményükről, úgyhogy itt jöhet elő az a kis applikáció, mert akkor rögtön kíváncsiak vagyunk az önök véleményére, mert hogy az az első kérdésünk, hogyha látják, vagy látjátok, hogy használtok-e, használ-e valamilyen okos eszközt, hogy mérje teljesítményét a sportolás során. Szerintem azért, aki akár hobbi szinten elmegy kocogni, lehet, hogy nem az első alkalommal, de a második alkalommal már elgondolkodik legalább azon, hogy vegyen egy olyan órát, amivel tudja mérni akár a távolságot, akár a pulzus számot, vagy bármit, amivel esetleg előrébb juthat. Ez majd egy következő kérdés, hogy ezáltal valóban előrébb lehet-e jutni. Na nézzük, hogy hogy állunk. Hát azért szerintem ez viszonylag egyértelmű, hogy többség. Mindenki azért nyitott ezekre az új lehetőségekre, alkalmazásokra, és lehet, hogy már nem is kell hozzá egy jó óra, hanem egy telefon is elég, amin közben még pluszban zenét is lehet hallgatni, és akkor a Szigetkör jobban eltelik. Ez nagyon sportos közönséggel van most dolgunk, mert... Nem ez az átlag? Nem, tényleg nem. A pedig sportrendezvényen mértük, a Mozgás Éjszakája nevű sportrendezvényen mértük 2017 és 2018-ban, 1000 fős volt a megkérdezettek száma, és 47%-ról 49%-ra ment fel egy év alatt az okos eszközt használók száma, pedig szabadidősport rendezvényen mértük. Nagyon érdekes volt, hogy akik nem ismerték ezeket az applikációkat, az pedig szépen csökkent az a szám, úgyhogy bízunk benne, hogy további növekedés várható. Ez mikor volt? Melyik évben? Tavaly mértük az utolsó. Tavaly 49%-a volt. Igen, de mondjuk ehhez annyit szólnék hozzá, hogyha most idén megmérnéd, kíváncsi lennék, hogy mennyi lenne a különbség, mert annyira gyorsan változik minden, hogy hihetetlenül változnak szerintem ezek az adatok évről évre. Tehát, hogy egyre többen kezdenek hozzászokni arra, hogy igen, itt vannak ezek az okos készülékek, és ezeket mennyi mindenre lehet használni. Úgyhogy például ez a fórum is azért nagyon jó, hogy aki esetleg nem használt ilyet, akkor gondolatébresztőnek, hogy egyébként milyen hasznos. Hát az arány már csak azért is ugyanő, mert ugye ahogy azok az új belépők, a fiatalok, akik elkezdenek sportolni, számukra ez már természetes. Tehát itt most ugye már elnézés, de nyilván a hölgyek nagyon fiatalok, mi urak idősebbek vagyunk, tehát számunkra ez még kicsit ilyen furcsa, hogy hú, tehát hogy na akkor most használunk, nem használunk, de azok, akik ugye fiatalon most kezdenek el sportolni, számukra ez a természetes, mint ahogy mondjuk ugyanez igaz a közösségi médiára és minden hasonló eszközre. Tehát az, hogy ennek a számnak folyamatosan nőnie kell, az gondolom, hogy törvényszerű. Több mint két hét múlva megmondom az idei számot, jó? Mert ez a reklám helyedet 15-éről 16-ára mozgás éjszakája, úgyhogy gyertek a múzeum, a műegyetemre a parton. És az kiderült egyébként ebből a felmérésből, hogy ez hogy hat azokra, akik használják az okos eszközöket, akár egy Vivi Csitán, akár egy Margit-szigeti futókörön? Ilyen kérdés nem volt, de azt látjuk, hogy egyre többen pont a futó teljesítményekből vissza szoktak mérni a részidőkre, és azt látjuk, hogy régen az volt néhány évvel ezelőtt, majdnem egy évtizeddel, hogy a táv első felét általában elfutották a futók, külföldön meg a nagy maratonokon pedig ez nem volt divat, mert hogy felszabadul az adrenalin, mindenki nekivág a távnak, együtt vagyunk, rohanunk, megyünk, majd a végére elfogyott a mezőny, és rombottak az idők, és most, hogy applikációkkal készülünk, tudatosan készülünk, egyre több szabadidősportó van, egyre több edző foglalkozik ezzel, egyre tudatosabban egyenletes szintet hoznak a versenyzők. Tehát az látszik most már, hogy például a maratonfutás
futóversenyek 60-65%-a a futók közül szinte egyenletes iramot fut, vagy jobb teljesítményt, tehát kevesen pusztulnak meg a végére. Biztató, esetleg ha volna kedvük elkezdeni egy maratonra készülni, akkor azért mindez kis a százalékos esélyük nagyobb a túlélésre, de hát Nyerika, te nem feltétlenül maratonra készülsz, hanem valami olyan dologra, amire Magyarországon még nem volt példa, mert sprinterként szeretnél majd akár egy nagy világversenyen is ott lenni, és azért neked ez, hogy már így fejlődik a technológia, ez duplán, triplán, vagy nem is tudom, hogy hányszorosan segít. Én nem vagyok... 26 éves vagyok, szóval még nem tudom, hogy régen hogy voltak a dolgok, de a szüleim mesélték, hogy amikor régen az emberek sérültséggel éltek, vagy belekerültek egy baleset szituációba, akkor általában otthon maradtak, és nem sportoltak tovább, vagy a sajnálatban elmerültek. És ez úgy érzem, hogy ez a mostani világban ez sokat változott, amióta korszerű protéziseket lehet szerezni. Érdekessége annak, hogy én most hogy élek, a hétköznapi lábam az egy mechatronikus rendszer, és ezt egy applikáción keresztül tudom programozni. És ezt hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy Bluetooth, és rácsatlakozom viccen kívül. És például, ha elmegyek TRX órára a Suhany Fitnessbe, akkor... benyomom azt a módot, amikor a térdizület csak egy bizonyos szögig hajlik be, és így meg tudom csinálni azokat a mozdulatokat, ahol nincs szükség igazán a lábra, hanem a hátizmokra, meg a karizmokra. Nagyon-nagyon izgalmas, vagy hogyha talajtornázunk, akkor be tudom úgy akasztani a lábamat a TRX-be, hogy szabadon tudjon mozogni a térdizület, tehát ne legyek akadályoztatva a mozgásban. Nagyon izgalmas, és 5 naponta csipog, hogy merül. Néha az egyetemi előadások alatt, és ilyenkor a tanárok rám szólnak, hogy kapcsolják ki a telefon. Egyébként pedig hordok egy másik lábat is, amit nemrég kaptam meg. Ez a futólábam, ami egy teljesen egyedülálló dolog. Azt hiszem, hogy 20-30 éve van még csak kitalálva, és hát nagyon-nagyon élvezem a futás örömét. Igaz, hogy nagyon fájdalmas tud lenni, meg az élettani hatások azok elég. Melyik része tud fájdalmas lenni? Hogy melyik része? Uh-huh. Tehát, hogy mi fáj benne neked? Ugyanúgy fáj benne neked, hogy elfáradsz, hogy izomfáradásod van, hogy elég, hogy utálom, vagy azért az egy plusz feladat, hogy megszokt, hogy kell futnod? Az utóbbi, az nagyon nagy feladat, és... Igazából az ember nem arra lett kitalálva, hogy műlábat viseljen. A laikusoknak azt szoktam mondani, hogy olyan, mintha egy borzalmas futócipőt kellene hordanod a nap 24 órájában, és állandóan tör, és fáj, és nyúzza a bőrt. Szóval, hogy elég komoly hatásai vannak. Viszont a másik oldalról pedig ott van az érzés, hogy húha, 2019 van, itt vannak ezek az eszközök, paralimpikon válhat belőlem, hogyha nagyon kemény munkát teszek bele, miért ne? Szóval, hogy van egyfajta kompromisszum, amit az ember meghoz, és ameddig ez lehetséges, addig én azt választom, hogy futhassak. De igazából ez mindenkinek az életében megvan, nem? De amikor meg kell hozni a döntéseket, a kompromisszumra kell jutni azzal, hogy most élsportoló leszek, vagy nem leszek élsportoló. Persze azért ez más típusú döntést, vagy egy erősséget igényel fejben, de azért ezt gondolom átélted nap mint nap korábban is. Igen, bár azt gondolom, hogy... Amikor két lábam volt, akkor is voltak problémáim az életemben, de amióta már másfél lábbal élek, most már kettő igazából, azóta ez egy kicsit átfordult, hogy megtanultam értékelni, hogy a kicsi problémák azok tényleg csak kicsi problémák. És persze van olyan nap, amikor fölkelek, és nem jól áll a hajam, és az a világ problémája. Teljesen normális. De ez az élethelyzet azt hozza is, azt hiszem, hogy a Suhany Alapítványban a sérült társaimmal is ebben a gondolatmenetben osztozunk, hogy megtanuljuk nagyon-nagyon értékelni azt, amiben vagyunk, amit még megtehetünk, és el tudunk menni közösségi futóversenyekre, érezhetjük azt, hogy mi is fontos tagjai vagyunk a társadalomnak, és szerintem ez egy fantasztikus érzés. És nyersz információkat ebből a kis rendszerből, applikációból? Tehát tudod maga a saját teljesítményedet kontrollálni? A hétköznapi lábamban igen, ott megszámolom az emeleteket, amiket megmászok, van benne egy lépésszámláló, van benne
Húha, nagyon sok frekvenciát mér, aminek nem jut eszembe már, hogy mit, hogy. Viszont a futólábamban ott nincsen semmi elektronikus, azt abszolút aktív izommunkával működtetem, ez egy teljesen más rendszer, balesetveszélyes, álman elesek vele, de tényleg az, hogy ott tudok lenni a pályán, és ott edzhetek a többiekkel, és futhatok, az szuper jó érzés. Réka most érintett egy témát, aminek azért meg lehet a veszélye, hogyha az ember ezt nem tudja jól kezelni, hogy annyi információ és adat zúdul rá, hogy nem biztos, hogy már a nevét tudja, hogy melyik micsoda. Most gondolom, hogy egy ilyen táblázat ismeretében, és ebből még hány lehet, ez hogy érzi magát egy meccs után, amikor megkapja ezeket az adatokat? Ezek az adatok, amik itt vannak, ezek már egy leválogatott adatmennyiséget tartalmaznak. Tehát nagyjából az Instatban olyan 170 ezer adatot lehetne megnézni, hogyha éppen 4000 évig élne egy edző, és 300 évenkette van egy mérkőzés. De nyilván ez nem így van. Ezért mondtam, hogy nagyon fontosak azok a szűrők, hogy a mi saját stílusunk, a saját játék alapján már eleve olyan adatokat keresek én, amikre kíváncsi vagyok. Ezeket módosítod, ezeket a szűrőket? Vagy mindig? Folyamatosan, igen. Tehát igazából, amikor kialakult benne, hogy milyen játékot szeretne játszani ez a csapat, hogy milyen játék filozófia alapján szeretnénk építkezni, akkor nyilván beszéltem szakemberekkel. Ugye én csapatedző vagyok, nekem az erőléti edző részre, amihez valamilyen szinten szükséges, erre rálátásom van, elvégeztem ezzel kapcsolatos képzéseket, de csupán azért, hogy értsem, hogy beszélnek az erőléti edzők. Ráadásul én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy olyan két erőléti edző dolgozik velem, akik velem együtt a futball szakmában, és tehát csapatedzői tevékenységben is otthon vannak. Úgyhogy mi egy szemüvegen keresztül nézzük ezt a programot, vagy ezeket a programokat, és úgy próbáljuk leválogatni az adatokat, hogy azok már tényleg kézzelfogható, értelmezhető, felfogható adatok legyenek a játékosoknak, illetve olyan videókat vágunk hozzá, amik visszaigazolják azokat a dolgokat, amiket mi át akarunk nekik adni. De valóban az, hogy megszületik egy ilyen táblázat, az nagyon nagy segítség ez a két program, illetve azok az eszközök, amiket használunk, de maga, mire a játékosok számára értelmezhető anyag készül belőle, az egy több órás munka így is. És ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ezek az alkalmazások kitermeltek egy új edzői generációt, akit ugye laptop edzőnek szoktak hívni a labdarúgásban, tehát akik már teljesen máshogy gondolkodnak, mint azok a régi hagyományos típusú edzők, akik ugye csak a szemükben bíztak, és ilyen értelemben, ugye, amit kérdeztél, hogy hogyan lehet mindezt feldolgozni, befogadni, tehát amiről az előbb így kicsit viccesen mondtuk, hogy hát a fiataloknak ez már természetesen nem véletlen, hogy igazából ez egy új generációt is igényel, aki szorítja ki folyamatosan az időseket, és nem csak tényleg kisebb csapatoknál, tehát most ilyen edzőkre gondolunk, mondjuk Julian Nagelsmann, vagy Thomas Tuchel éppen ugye a Paris Saint-Germainnél, tehát a legnagyobb sztárcsapatoknál is már vannak ilyen edzők. Tehát igen, tehát itt van egy új generáció, aki már ezeket használja, és teljesen máshogy gondolkodik, mert teljesen máshogy kell gondolkodnia ahhoz, hogy ezeket az adatokat tudja használni. És ezt tovább kell gondolnunk, hogy már mondjuk a kiválasztás is lehet, hogy ilyen adatok alapján történik, meg akár már gyerekkorban, vagy akár egy olimpiai bajnokot majd láthatunk, akit már így választottak ki? Teljesen egyértelmű. Én azt gondolom, hogy ahogy az előbb is mondtuk, tehát ez olyan szinten befolyásolhatja a kiválasztást, akár már a legkisebb korban, akár már profikorban az, hogy mondjuk itt igazoljon le egy csapat, hogy ez tulajdonképpen a klubok alapvető működését is befolyásolhatja, és ahogy mondtuk, ez sokkal komolyabb együttműködést tesz lehetővé a szakmai munka és a klubvezetés között. Tehát eddig az edző azt mondta, hogy hát ez egy jó játékos, mert látom, hogy jól veszi át a labdát, param, viszont most már sokkal komolyabb adatok állnak rendelkezésre, ami alapján ténylegesen összehasonlítást lehet tenni mondjuk két játékos között. Igen, ez majd a jövő kérdése lehet, nem, hogy megtaláljuk ez egyensúlyt. És képzeljétek, hogy a sokkal egyszerűbb sportágok, amire azt mondjuk a kajaken, olyan kajakoztam régen, hogy sokkal egyszerűbb sportágok, ciklikus, ránézünk, úszás is lehet mondjuk ilyen, tehát nem szaladgál mindenki a pályán össze-vissza, nem kell nézni, hogy kikinek rúgja a labdát, tehát néha alig tudja az ember követni, hogy mi zajlik. Tehát szerencsétlen kajakos ott tevezget, kezével nem is látjuk, hogy mit csinál, és közben rengeteg adat jön le róla. Tehát ott ül az edző a motorosba, 250 méter sugarú körben tudja az adatokat fogni, és látja, hogy a versenyzője
milyen nagyokat húz jobb kezével, bal kezével, a rendszer összehasonlítja a húzó oldalakat, látja a jelleggörbét a húzásnak, tehát milyen erőfelfutások vannak, mennyit telített ez a görbe, milyen hosszú a légmunka hossza. Egy csapathajónál a négy versenyző vagy két versenyző egymáshoz való viszonya, púzustartományok, hajónak a gyorsulása, billegése, oldalirányú elmozdulása. Tehát egy egyszerű sportágról beszélünk. Nem is látjuk, ugye? Tehát a tévében azt mondod, hogy nézd a versenyt, miért nem húzott két erősebbet? Hát majdnem nyert, hát 10 centivel kapott ki, hát húzott volna egy nagyobbat. Nekem ez igen. Körülbelül tényleg így két tempó. Abszolút. És közben pedig számtalan adattal, hogy hallgatlak benneteket, hogy tényleg egy edzőnek, egy versenyzőről, egy órás edzés után van 10-12 óra adata. És van 4, 6, 8, 10 x versenyzője, tehát hogyha ezeken nem, nincsenek szűrők, nem tudja ő maga kiválasztani, nem érti nagyon a szakmáját, akkor ez egy rémület is, hogy jaj, nem áll még egy applikáció, borzasztó tedem. És valahol, ha belegondolunk, ez már... Hát akár egy plusz szakma is, de mindenképpen, tehát hogy az edzőknek olyan szinten kell követni az innovációs változásokat, hogy ez tényleg így elképzelhetetlen. Tehát hogyha összehasonlítom azzal, hogy mit tényleg a 90-es évek végén mit csináltunk, és tényleg ez volt, hogy akkor ott volt, ki volt rakva a jelzés, hogy 140-nél, és akkor indítsd el a hajrát, és lökjél rajta, és nagyobbat húzzál, és tényleg szavakkal, szemmel történt ez a folyamat. És itt ülünk 20 évvel később, és tényleg vannak számomra is, amik újdonságok, mert meg valamennyire nyilván azért belelátok most is az élsportba, de hogy elképesztő, hogy mennyi minden változott, és hogy egyébként mennyire kiszélesedett ugye az edzőknek a lehetőségei, de ugyanakkor viszont ezután menni is kell. Tehát sokkal több feladat is van. Tehát egyrészt ott van a pályán, ugye az edzést ugyanúgy meg kell csinálni, és maga a háttérmunka, az pedig ott van az edző nyakába, hogy egyébként én mit tudok még hozzátenni ahhoz, hogy a versenyző jobb legyen, és mi az az információ, amit én leszűrök és átadok neki. Tehát azért ez, ha belegondolunk, az edzőnek a munkaóra számát azért eléggé kitolja. Egyrészt kitolja, másrészt pedig, ha azt mondjuk, hogy kineveltünk egy új, kinevel a digitalizáció egy új edzői generációt, egy sportolói generációt kinevel, mégpedig azért, mert itt nincs hunyogás, most már nem tudom másképp mondani. Tehát gyakorlatilag úgy tessék elképzelni, vagy képzeljétek el, hogy például nyáron, mikor a felkészülésünknek az az időszak az zajlik, mikor otthon vannak a sportolók, ugye eddig még szeretjük azt a programot mondani edzőként, hogy személyre szabott programot adunk a játékosoknak. Hát ez úgy nézett ki Magyarországon, meg talán sokfelé most, és kiadtuk a programot, és reménykedtünk benne, hogy a 20%-a megcsinálja a 10%-át. Nagyjából így lehetett számolni. Ugye most úgy történik, hogy ezt az eszközt igazából elviszik haza a lányok, és miután ez GPS-es adatokat rögzít, megkapják azt a mozgást, amit meg kell csinálniuk, tehát azokat a futómozgásokat, és ahogy végez otthon, ráteszi a laptopjára otthon, vagy a telefonjába bedugja, teljesen mindegy kapcsolatot teremt, és 10 perc volna nekem adott esetben a spanyol tengerparton megjelenik, hogy ők mit szenvedtek otthon. Úgyhogy ez egy újfajta sportolói generációt is kinevelt. És milyen szimpatikus se válik az edzőjével. Igen, én nagyon, hát én kifejezetten benne, szeretnek nem, júliusban. Bízom benne, nem a barátja futott. Érte. Igen, itt voltak ilyen próbálkozások, hogy kutyára rakják a mellényt. Csak az ugye a púzus értékekkel volt egy kis probléma, mert tehát ott egy ember már nem él, ahol a kutya még igazából képes púzus tartományt fenntartani. Nagyon élelmesek a lányok, hozzá kettem sokkal élelmesebbek, mint a fiúk, de most az elmúlt két évben nagyon sikerült őket megfogni, viszont hozzá kell tennem, hogy hihetetlen nyitottak. Tehát én nagyon régóta dolgozok lánysportolókkal, 10-12 éve, többek szerint nem vagyok teljesen normális, én imádok velük dolgozni igazából, mert hihetetlen a munka az a hozzáállásuk, ha megtalálja az ember velük a közös hangot. De az biztos, hogy iszonyú nyitottak rá, és tényleg szeretik ezeket a dolgokat, és jönnek, és érdeklődnek, és kérik az adatokat, és otthon olvasni akarják, és még ezt, még azt, még amazt, és látom, hogy bújják igazából a mérkőzés előtt, úgyhogy nagyon klassz velük dolgozni, hogy itt nekem tényleg óriás segítség. Persze rengeteg plusz munka, de ez ma már másképpen nem megy. Kicsit talán lecsupaszítja azért a dolgokat, vagy
egyenesebben láttatja, nem? Az, amikor kapsz egy adatot, és akkor tudod, hogy mi történt, és megpróbálsz elvonatkoztatni attól, hogy egyébként milyen körülmények között született meg az az eredmény. Nem tudom, hogy mennyivel teszi igazságosabbá ezeket a megítéléseket, és ezzel kapcsolatos a következő kérdésünk is, amivel az applikációt lehet használni, mert ugye a korunk egyik nagy témája, főleg így a Bajnokok Ligája hajrájában a videóbíró. Hogy vajon igazságosabb ítéletet tud-e hozni egy videóbíró, mint mondjuk egy játékvezető, és hogy mennyire szeretjük ezt, az meg már egy következő kérdés, mert azért néha milyen jól esik szídni, akár edzőként, akár szurkolóként, hogyha olyan ítélet születik, amivel nem feltétlenül értünk egyet, na, de hát azért így a videóbírók bevezetésének időszakában, ugye azért mi is még tanulgatjuk, akár érzelmileg is, akár pedig a technológiát is. Azt azért tegyük hozzá, hogy ugye a döntést nem a gép hozza meg. Vannak olyan rendszerek, tehát mondjuk teniszben ugye a sólyomszem az, ami ténylegesen eldönti, hogy kim volt-e a labda vagy bent. Tehát ilyen értelemben tényleg a gép dönt, és volt már olyan, hogy egyértelműen látta mindenki, hogy mondjuk bent volt, de a gép azt mondta, hogy kim volt, tehát akkor kim volt. Viszont futballban, ahol ugye ez a klasszikus videóbíró működik, ott az ember dönt. Tehát azért ez sportág függő is, mert vannak olyan sportágak, ahol ugye igen-nem döntések vannak, fekete-fehér, mint például teniszben. Kim volt, vagy ben volt. Ezt teljesen jól lehet digitalizálni, úgyhogy az embert ki lehet vonni a képletből. A labdarúgás, pont ugye az előbb beszéltünk róla, hogy milyen komplex sportág, ott a döntések jelentős része szubjektív. Tehát az, hogy most ez egy pici lökés volt, nagy lökés volt, szándékos kezelés volt, nem volt szándékos kezelés, és így tovább, ezekhez kell az ember. Tehát azt viszont, hogy az az ember az ne legyen, ne lásson rosszul, hanem tényleg minden szögből jobban tudja látni. Tehát az, amit ugye mindig el szoktak mondani, hogy játékvezetőnek pillanattört része alatt kell döntenie, nem jól lát, stb. Ezeket a hibákat ki tudja szűrni megint csak a digitális technika. Viszont az embert nem lehet teljesen. Vannak olyan döntések, megint csak ugye van a gólvonal technológia, ahol ugye a gép megmondja, hogy benn volt a labda, vagy kim volt. És akkor a játékvezetőnek az órája csipog, hogy gól. De nyilván az, hogy mondjuk például, hogy a 11-es volt-e, vagy nem volt 11-es, ott az ember az mindenképpen kell. Tehát ilyen értelemben vannak a digitalizációnak is határai, de ez megint csak sportágra szabott. Itt ugye épp egy gólvonal technológiás döntést látunk, tehát akkor megmondja egyértelműen a gép, hogy éppen hogy még érintette a gólvonalat, tehát nem gól. Tehát ilyen értelemben ez és egy olyan... azért ennek is van a gazdasági hatásai, hogyha már a Bajnokok Ligájában példáloztam, és az idén is tapasztaltuk. Nem véletlen az, hogy ugye a legnagyobb pénzforgalommal rendelkező bajnokságokban gyakorlatilag most már mindenhol bevezették, ugye a Premier League az egyetlen, ahol nem, de ott is következő szezontól már be fogják vezetni, Bajnokok Ligájában már ott van, az összes többi topligában ott van, ugye a magyar élvonalban is tervezik a bevezetését, tehát nyilván amikor egy-egy játékvezetői döntésen, egy szubjektív játékvezetői döntésen, ugye euromillióknak a sorsa múlik, akkor muszáj megteremteni azt a lehető legobjektívebb, legigazságosabb döntési rendszert, amiben nem lehet vitatkozni. Ez nem azt jelenti, hogy a videóbíróval későbbiekben nem lehet majd vitatkozni. Hát ugye most visszaemlékszünk mondjuk akár a futball VB-re, akár a Bajnokok Ligájára, hogy így is micsoda viták voltak még videóbírós döntések esetében is, de azért ezeknek a vitáknak a száma csökkent. Tehát nullára ezt nem fogjuk tudni soha redukálni, ez biztos. De ha mondjuk 100%-ról leredukáljuk 80-60-70-50%-ra, az már egy óriási előrelépés. Gól örömünket meg majd megtanuljuk késleltetni ebben az esetben, nem? Mert talán az a negatív hozadék a legalábbis számomra, hogy azonnal nem biztos, hogy mindenki mer már örülni annak, hogy gól volt vagy nem volt gól, de hát azért alaphelyzetben valóban egy előrelépés is már nagyon kellett, mert felgyorsult hozzá a sport, de mondjuk a fogyatékkal élőknél ez hogy néz ki? Mert ugye az mondjuk úgy, hogy az Apex sportjában azért is szükséges az, hogy modernizálódjon, hogy a digitalizáció, hogy a technológia az kövesse a sportot, de nálatok egy picit talán fordítva van, hogyha ezt mondhatom, mert nektek szükségetek van arra, hogy egyáltalán tudjátok követni azt, hogy sportoljatok. Igenis, meg nem is. Attól függ ez a helyzet, hogy kiről beszélünk. Ugye ez a témakör, hogy fogyatékkal élők, ez nagyon sokféle fajta sérültséggel élőt lefed, mentális sérültek, látássérültek, mozgássérültek, és nem lehet feltétlen mindenkire ráhúzni ezt, hogy szükségünk van a technológiára.
Ám bár az egyértelmű számomra is, és nagyon sok társam számára, hogy az, hogy mi a közösségi médiában egymást meg tudjuk keresni, és látjuk, hogy mit ér el a másik, az egy elég nagy inspiráció lehet számunkra. Például amikor én a balesetem után egy pár hónappal otthon maradtam, és nagyon-nagyon mélyen voltam, akkor elgondolkoztam, hogy hogyan fogok futni. Az első gondolatom az volt, hogy fölmegyek a YouTube-ra, és megnézem, hogy ott mik vannak. És megtaláltam azt a videót a 2012-es londoni paralimpiáról, amikor Heinri Popov megnyeri a 100 méteres sprintet, és amint véget ért a videó, én elhatároztam, hogy én is ott akarok lenni, pont. Szóval, hogy és most ő a mentorod. És most ő a mentorom, vele dolgozok együtt. El se hiszem, hogy az élet így összehozta a dolgokat, mert tudod, van az, amikor van egy hatalmas álom, egy elérhetetlen cél, és aztán a sors, és te is, hiszen erőfeszítéseket teszel, minden úgy alakul, hogy hirtelen egy rendezvényen ott vagytok mindketten, mindkettőtöknek hirtelen egy futólába van, és mindketten együtt gyakoroltok. És a mai napig nem tudom, ez hogy volt lehetséges, de ott voltunk és gyakoroltunk. Más példa, hogy én amikor az öltözőben szoktam ismerkedni az emberekkel a Sohany Fitnessben, akkor nagyon sokszor látássérültekkel is találkozom. És én nem is tudtam, hogy milyen ez a világ, most ismerkedtem meg vele. Az nagyon érdekes volt látni, hogy az ő életüket, például az, hogy akadálymentes telefonokat tudnak használni, ez valami fantasztikus. Szóval felolvassa a program, hogy hova menjenek, merre kell fordulniuk, hány száz métert menj még, és ott fordulj le jobbra. Imádom a 2019-et tényleg. Igen, azért írtál is egy levelet talán a lábadhoz ezzel kapcsolatban, hogy azért vannak nehézségeitek, de mindent megtennél érte? Így van. A blogodon lehet olvasni ezt. Így van, én sokszor szidjuk ezt a 2019-et, a mostani időszakot, hogy mennyire elhidegülnek az emberek egymástól, és nem tudnak a megállóban kommunikálni, hogy útbaigazítást kérjenek a másiktól, viszont ott van az a lehetőségünk is, hogy ezt jóra használhassuk. És mivel az én generációm az, aki ebbe belepottyant legelőször, mi még ezt nem tudjuk, hiszen a fölöttünk levőek nem tanították meg nekünk a feladatunk ezt kitapasztalni és majd továbbadni. Ági, de gondolkozol ebben, hogy most 2019-et kell szídni, vagy éppen mondjuk 1996-ot, hogy miért pont most születtél erre a világra, és miért nem később, és akkor esetleg több lehetőséged lett volna? Mert ugye még ha azt mondják, hogy mellúszás, akkor még mind a mai napig az összes szakértő, aki bejön a stúdióba, azt mondja, hogy az utolsó magyar női mellúszó Kovács Ágnes volt. Hogy azóta elnézést a többiektől, de azon a szinten ugye senki nem tudott eredményeket szállítani a nemzetközi versenyről, mint te. Ahhoz képest, akkor van hiányérzeted a mostani modern technológiával kapcsolatban és a múlttal? Én szerintem jó minden, ahogy van. Tehát akkor az úgy volt jó. Igazából én, amit el szerettem volna írni a sportban, én elértem. Úgyhogy nincs hiányérzetem. Tehát, hogy persze megy az nincs idő. Hogy mi lett volna, ha? Nem, mert az úgy volt, és az úgy volt jó. Most más van, most más dolgokkal foglalkozom, és egyébként egy kicsit más irányba. El is vinném a beszélgetést, itt ugye már szó volt a közösségi médiáról, és egy kicsit így behoznám azt, hogy most éppen jelen pillanatban, hogy mi van most, hát több mindent csinálok, de az egyik, hogy a testnevelés egyetemen a doktori disszertációmon dolgozom most már évek óta, és a finishhez érek remélem jövőre, mert ez egy jó hosszú projekt. Viszont maga a kutatási témám az igenis nagyon erősen kötődik a digitalizációhoz, hiszen az élsportolók és a média kapcsolatát vizsgálom. Maga a populációm a 2016-os Riói olimpián résztvevő magyar sportolók, illetve a média munkatársai. És ezzel kapcsolatban ugye hát vissza kellett mennem évtizedeket is, és hát nagyon érdekes utazás volt az, hogy a média világában, a sport és a média világában, az élsportolók és a média, hogy mi minden változott. Tehát az, hogy 94-ben ránk szakadt az internet, egyébként ezzel párhuzamosan maga a bulvárműfaj is újra megjelent Magyarországon, és hogy gyökeresen mennyi minden megváltozott onnantól kezdve. És ahogy böngésztem a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a weboldalát, ott egy nagyon érdekes grafikára bukkantam,
amin a következő szerepelt, hogy 2004-ben még abszolút, ami kiemelt volt sport vagy sportfogyasztás szempontjából a médiában, az a televízió. Tehát messze a televízió volt, amit a nagy közönség azon követte a 2004-es athéni olimpiát. Ez 4 évvel később, 2008-ra úgy változott, hogy már az interneten is elkezdték a fogyasztók, a nézők követni az olimpiai eseményeket. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy az internet nem volt annyira népszerű, csak ugye erről beszélünk, hogy vannak a fiatalok, akik valamiben beleszületnek, és vagyunk mi, akik éltünk a 90-es években úgy, hogy hát nálam még egy kicsit, hogy is mondjam, tapasztaltabb, érettebb embereknek még esetleg nem is volt televíziója, aztán hirtelen lett egy M1, M2, egy Duna TV, hát most már rég nem erről beszélgetünk, de hát ugye akkor a televízióhoz kellett hozzászokni, most meg minden máshoz, és hiába ott van az internet, azért egy picit kellenek az évek, mint ahogy az applikációkhoz is, hogy megszokjuk, hogy vannak. És 2008-ra ez annyiba változott sportfogyasztás szempontjából, hogy elkezdték jobban a fogyasztók, a nézők használni az internetet. Aztán jött egy nagyon nagy ugrás 2012-re, amikor a televízió és az internet mellé már a fogyasztók elkezdték használni a tabletteket és az okostelefont. Ugye itt jött be a valóidejűség, hogy én ezt most szeretném. Tehát tényleg ez a hét mindennapján, 24 órában, bárhol, bármikor elérhetők lettek az információk, és ezáltal úgymond a fogyasztók is egyre ilyesebbek lettek, mert most azonnal akart mindenki mindent, hiszen ott volt a telefonján. Ez az olimpia tükrében is óriási változásokat okozott. És akkor itt van egy hatalmas ugrás, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyébként hát egy kicsit angolosan mondva a 2016-os olimpiát a legfogyasztottabb olimpiának nevezi. Tehát a média fogyasztás már annyira széles körül lett, hogy a televízió, az internet és a tablettek, okostelefonok mellett, illetve ebbe beleépülve bejöttek a különböző közösségi média felületek. Tehát maga a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is rájött, hogy ezeken a csatornákon keresztül is kell sugározni az olimpiai közvetítéseket, és így tud versenyben maradni az, hogy az olimpiát ugyanolyan sokan nézik, vagy még többen, mint az előtt. És ami egy nagyon érdekes adat, hogy a 2012 és 16-hoz képest egyébként a televízió nézettség is 20%-kal növekedett, ami viszont egy óriási szám, hogy 2012-ről 16-ra több mint megduplázódott az interneten követett olimpiai közvetítéseknek a nézettsége. Úgyhogy Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke azt mondta, hogy a 2016-os olimpiát a föld népességének több mint a fele figyelemmel követte, ami egyébként egy óriási szám. És ez az is megmutatja, hogy igen, a sport és az olimpia az továbbra is ugyanolyan népszerű, viszont kell használni az innovatív megoldásokat, és meg kell újulni, és nézni kell azt, hogy esetleg a fiatalabb generációkat is mi az, amivel meg lehet szólítani, és mi az, amivel még több embert be lehet vonzani. Ez egyértelműen ez a felület, vagy ezek a felületek, de hogy ezek hogy hatnak a sportolókra, az edzőkre, hogy azért mindenki tudja, hogy őket figyelik, őket követik, akár egy közösségi felületen, ugye látom a reakciót az arcodon, de azért ez is egy újabb feladat, akár edzői szempontból is, hogy ezt hogy korlátozod, ha korlátozod, mire figyelsz oda, milyen információt engedsz átáramlani. Korlátozni nem lehet szerintem. Tehát még nagyon a kezdetekben próbálkoztunk olyannal, hogy egy edzőtáborban le kellett adni a telefonokat. És akkor leadtak ilyen nagy... Az előbb mondtam, hogy nagyon élelmesek. Leadták a telefonokat úgy, hogy beállították a telefonjaikat, a ilyen 2-től kezdve 1 percenként különböző telefonok engem ébresztenek. A sportolóknál ebben sose volt gond, hogy megtrippáljanak. Hál' Istennek akkor még olyan készülékek voltak, hogy kiszedegettem az akkumulátorokat, kikapcsolván nem tudok minden készüléket, de az akkumulátorokat lekapkodtam róla, reggelinél visszaadtam nekik a készülékeket, mondjuk az akkumulátorokat megtartottam. Mert ugye mindenki nézett reggel, hogy milyen arcot fogok vágni, mennyire leszek dős, hát ezt az örömet nem fogom nekik megszerezni. Úgyhogy visszaadtam akkumulátor nélkül a készülékeket, úgy meglepődtek, hogy hát nem működnek. Mondom, hogy az akkumulátorokat kivettem, nehogy megtréfáljátok esetleg éjszaka. De ez volt az utolsó alkalom, hogy próbálkoztam bármivel, nem lehet. Tehát igazából azt gondolom, a sportolónak az intelligenciával kell foglalkozni inkább. Tehát egyrészt, másrészt pedig fel kell készíteni ezeknek a innovatív dolgoknak a jó oldalára is, illetve az ártalmas oldalára is. Ugye mi az ország legnépszerűbb egyesületében dolgozunk. Ugye Magyarországon 8 millió ember nem tudja, hogy fradista, 2 millió pedig vállalja. Nekem ezt tanították. Úgyhogy
Úgyhogy azt tudomásul kell venni, hogy nem tudunk úgy futballozni, olyan eredményeket elérni, hogy mindenki elégedett legyen. Fogunk kapni interneten, Facebooktól kezdve mindenfajta oldalon keresztül olyan kritikákat, amik igazságtalanak a sportolókra, akár edzőkre. Meg kell tanulni ezt kezelni. Én például úgy kezelem, hogy nem olvasom el. Ez a legegyszerűbb. Nem is jut el hozzád se, hogy? Nem is jut el hozzád se, mert ez egy csomó edző persze ezt mondja, vagy sportolója, de nem olvas kritikát, vagy akár az én szakmámban is, úgyhogy azért előfordul, hogy mi is kapjuk az ívet, de hogy ő nem olvassa. Pedig azért ugye valamiből akár építkezni is lehet, vagy előre jutni, de azért mindig van egy-egy jó akaró, aki a fülébe súgja. Hát nagyon, nagyon nehéz szerintem. Én igazából tényleg próbálom ezt kizárni, mert nekem is vannak érzelmeim, tehát próbálok profi edzőként dolgozni, vagy gondolkodni, de ez néha bántó gondolatok hangoznak el akár velem, akár a csapattal kapcsolatban. Igyekszem minden fórum megvédeni a játékosaimat, hiszen nekem ez a dolgom kifele. Ha van gondunk, akkor ezt egymás között rendezzük bent, de nagyon nehéz egyébként, úgyhogy meg kell tanulni ezzel együtt élni. Egy ideig nehéz volt, főleg amikor végre túl voltam az, hogy nem nézem meg az internetet, nem nézem meg a kommenteket, meg egyáltalán nem érdekel ez az összes ilyen fórum, ahol írogatnak velünk kapcsolatban. Aztán akkor éppen busszal mentem haza, felszállok a buszra, és 5 ember megtalált a véleményével. És élőben már azért elég nehéz kezelni. Tehát még egyszer arrébb ülök, harmadszorra a Dunavárosi buszon általában sosem volt hely, ott már nagyon nehéz dolgom volt. Úgyhogy nincs más, mint egyszerűen elfogadni azt, hogy a világ ilyen, az embereknek lehet ilyen véleménye, olyan véleménye, és próbálni építkezni abból, akik tényleg olyan pozitívan fordulnak hozzánk, hogy segítik a munkánkat, abból lehet táplálkozni, és lehetőleg kizárni azokat, akik tényleg negatív véleményt formálnak meg. Természetesen, hogyha szakembertől jön negatív véleményt, akivel lehet kommunikálni, vagy adott esetben a vezetők részéről, hiszen a munkám adott esetben eléggé mérhetővé válik, most már azt kötelező meghallgatni és figyelemmel fogadni. Igen, azért ez a modernizálódás, vagy ez a digitalizáció, akár hogy mondjuk egy szurkolónak ott van a telefonján, az a adott klubjának az applikációja, vagy a legfrissebb hírei, ennek is van egy ilyen közösségépítő hatása is, hogyha most megpróbálunk pozitív irányba elmenni, és nem feltétlenül az edző leváltását követeljük. Persze, tehát a kluboknak a szurkolókkal való kapcsolata alapvetően változott meg az elmúlt években, mert eddig mi volt? Az ember kiment a meccsre, esetleg elolvasta, ugye, hogy mit nyilatkozik a mérkőzés után az edző, szakvezető, játékos, és nagyjából ennyi. Viszont azáltal először ugye bejöttek a hivatalos honlapok, ma meg ugye már a különböző közösségi média felületeken azonnal viszonylag jól targetálva eléri a saját szurkolói csoportjait a klub, tehát egy sokkal közvetlenebb, szorosabb kapcsolat alakul ki, ami azért fontos, mert ugye a sportban a csapat és a szurkoló között teljesen más a viszony, mint egy normál fogyasztó és a között a cég között, aminek a termékét fogyasztja, hiszen ez egy érzelmi kötődés, tehát nyilván ez a bizonyos 2 millió ember, aki ugye vállalja, hogy fradista, ez nem egyszerűen csak fogyasztója a Ferencvárosnak, amennyiben éppen valamilyen terméket fogyaszt, ha fogyaszt egyáltalán, hanem számára ez ugye a saját identitásának a része. És ezt, hogy ez tényleg az identitása része legyen, az, hogy egy csapatnak szurkol valaki, ezt ugye a közösségi médiában rendkívüli módon meg lehet erősíteni, rendkívüli módon a lojalitást és ezt a szoros kapcsolatot lehet erősíteni, és ez hosszú távon nyilvánvalóan plusz bevételeket hoz minden labdarúgó klubnak, hiszen ezáltal az a költés, és már bocsánat, hogy itt ugye a szép szavak után egyből arról beszélek, hogy akkor ez pénzben mit jelent, tehát az a költés, amivel tényleg szurkolóból fogyasztóvá válik valaki, tehát nem csak mondjuk többet jár meccsre, mondjuk a merchandising boltban nem csak egy meszt vesz meg évente, hanem többet, és így tovább. Minél szorosabb a kapcsolata a klubbal, annál inkább ez ösztönözhető. Tehát ilyen értelemben a hosszú távon a bevételekhez is jelentős módon hozzájárulhatnak ezek az új felületek. És hogy ezt lefordítjuk a normál hétköznapi halandóra, aki csak egyszerűen szeret futni egyet, vagy elmegy egy fitness terembe egy órára, rá milyen hatással lehet az identitását, hogy tudja ezt megerősíteni? Komolyan mondom, végig ezen gondolkodtam, hogy a szabadidősportban ugyanígy működik. Tehát, hogyha a szabadidősportoló mit csinál, elmegy mondjuk futni, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát ő jó érzésre fut, vagy jó érzésre úszik át a felét. Mielőtt elmegy, egyből azt látom, hogy megnyomja a stopperját, előveszi az óráját, megnézi, hogy mennyit nőtt az izma, centiméterre mennyit fogyott, éppen amit akar. Tehát, hogy egyből mindent igazolunk, hogy lett, vagy hogy lesz. Mindenki
megint a mozgás éjszakája, tavaly csípes rendszer volt, ültek az emberek a járda szélén, és azt nézték a telefonjukon, hogy hanyadikok lettek a éjszakai szabadidősport futásban. Tehát, hogy én egész egyszer megdöbbentem, én azt hittem, hogy itt azért futnak az emberek, tényleg jól érezzék magukat, mint rekreációs szakember, gondoltam, kocogunk egyet az éjszaka, de nem rájöttem, hogy ez időre megy eredményre, komolyan nézi mindenki a púzusát, fönt vannak az övek. Szerintem az az érdekesebben, hogy mennyire hagyjuk, hogy magányosak legyünk ebben a történetben. Mert egy sportegyesület, az egy közösség. Oda tartozni, egy hovatartozás. Fradista 2 millió ember tényleg, tehát ők akkor ott együtt egy közösséget alkotnak. De hogyha föltöltjük a telefonra az applikációnkat, és hogy mi egyedül legyünk a sportegyesület, meg egyedül legyünk a futó, és elmegyünk, letöltjük, föltesszük a számítógépre, megveregetjük saját magunkat, hogy ma 5 másodperccel jobbak voltunk, mint tegnap. Segített az applikáció, de nem segített szerintem az életünkben. Tehát, hogy nekünk fontos, hogy szocializálódjunk. Jó, de egy csomó ilyen, akár a közösségi felületeken is ilyen csoportok vannak, akik szabadidős futók mondjuk, és együtt gyűjtik a kilométereket, de azért ott is megvan a verseny. Abszolút, meg ez még egy jó, ez a jobbik variáció, de van, aki nem. Engem az a szám is megdöbbent, hogy töltsük fel azonnal, hogy merre futottunk, meg hogy mit csináljunk. Tehát én egy nagyon kedves barátom azt mondta, és komolyan gondolt a cégvezető, amikor így megveregette a vállam, és azt mondta, hogy figyelj, Zsűrükém, komoly ember nincs rajta a Facebookon. És ezt ő komolyan gondolta, utána 2 hét múlva már rajta volt. De most, hogy milyen következtetést vontunk le ebből? Hát ő rajta kell lenni a közösségi oldalakon. De hogy az emberek föl is töltik, hogy merre járnak az eredményeket, mit tettek. Tehát, hogy elindult ez a világ, és ezzel meg kell tanulni együtt élni, és ebbe az irányba fordulni. De nagyon kell figyelni, hogy ez jó legyen ez az irány. Tehát, igen, csak ebből úgy tűnik, hogy akkor mégsem vagyunk egyedül, vagy nem szeretünk egyedül lenni, és kell, hogy legyenek versenytársak, vagy éppen vetélytársak. De hogy ezek hogy hatnak ránk, ez a következő kérdésünk, úgyhogy telefonokat elő, ez a harmadik és egyben befejező kérdésünk, hogy önök szerint romlik, vagy javul a teljesítményünk, hogyha van egy erős vetélytársunk, versenytársunk a mezőnyben, akár virtuálisan, mert most már ugye az is lehet, egy-egy közösségi csoportban, akár a valós versengésben, akár egy éjszakai futóversenyen a szabadidősportolók között. Szóval javul? Ez az érdekes, mert ugye van egy Tiger Woods effektus, ugye Tiger Woods mindenki ismeri szerintem, aki azért a sportot követi, világ egyik legjobb golfversenyzője, és ugye azért pont vele hozták összefüggésben egy mérés alapján, méghozzá Barabási Albert László írta le a sikerrel foglalkozó könyvében, hogyha van egy ilyen kimagaslóan sikeres, erős vetélytárs, akkor a többiek, akik szintén mondjuk az élmezőnyben tartoznak az adott sportágban, most jelen esetben ugye a golfról volt szó, inkább visszavesz az ő teljesítményükből, mint hogy arra sarkalja, hogy akkor győzzük le Tiger Woods profi golfjátékost. Miért? Nem tudom megmondani. Szerintem ez egyénfüggő. Van, aki szeret versenyezni, belőlük élsportolók lesznek és versenyzők, és van, aki nem szereti a versengést, van, aki szeret kontaktsportokat űzni és játszani, belőle, nem tudom, válogatott kézilabdás lesz és focista, és van, aki még nem szeret, de jó versenyző, belőle röplabdás lesz. Tehát ez egy kicsit olyan személyiség. Én a kajakenő sportban látom, hogy vannak, akik direkt úgy helyezkednek egyesületekbe vagy edzőknél, hogy ne kelljen ütközni és edzésen az nagy ellenféllel, a konkurenssel együtt tréningezni. Elég majd a versenyen oda tenni magunkat, de hogy titokban legyünk és tanulásuk. És vannak, akik direkt egy kupacba és együtt készülnek és edzenek, és kíváncsi lennék, hogy igen, én is ezt akartam, Jági. Te melyik típus voltál, illetve mennyire érezted, hogy amikor téged kellett megverni, akkor az a többieken milyen hatással volt? Én ezt nagyon jól mondtad, hogy abszolút egyetértek azzal, hogy ez személyiségfüggő. Azt gondolom, hogy ez inkább egy kicsit ilyen pszichológia irányú téma is. Nekem mindig azt mondták, hogy 2 féle versenyző típus van. Van a sikerorientált és a kudarckerülő. Igazából mind a kettőből lehet bajnok, csak egy kicsit más a szemlélet, ahogyan eljut odáig. A kudarckerülő, ő az a típus, aki mellett jó, ha ott vannak, mert ő mindig nézi a többieket, hogy ők hogy állnak, és mindig a többieket akarja
megverni, tehát jó, ha valaki húzza és ott van mellette, és ezt mindig látja. A sikerorientált pedig ő megmegy. Tehát, hogy ő neki nem annyira az a lényeg, hogy mellette hogy vannak, hanem ott a cél, és akkor annak az irányába halad. De mondom, tehát, hogy tényleg igazából mind a kettővel abszolút lehet sikereket elérni. És akkor hát ezt a pszichológia nem mondja, vagyis legalábbis én ezt nem olvastam, de ezt meg én mondom, van az a típus, aki egyik sem, tehát ő órát se akar látni, ők nem mennek ilyen sportolónak. És te a pályafutása során ezt érezted bármelyiket, akár amikor te voltál az, akit meg kellett verni, vagy te igen, akartál valakit megverni? Én nekem mondták, hogy én a sikerorientált típusba tartoztam, tehát engem például kifejezetten zavart, amikor ott lihegtek, és éreztem azt, hogy állandóan azzal foglalkozik, hogy én hol vagyok, és engem akar megverni, és az a célja, hogy úgy éljen el teljesítményt, hogy jobb időeredményt ért el, mint én. Én nálam az hatásosabb volt, hogyha megvolt a kitűzött időeredmény, és én nekem jobban így a stoppelóra volt az ellenfelem. De hát nyilván kikerülhetetlen, tehát azért, amikor ott vagyok az olimpiának, nem egyedül úsztam, hanem délelőtt többen voltunk, és akkor a döntőben már csak 8-an maradtunk. De ott is, tehát azért meg lehet tanulni azt kiszűrni, hogy nem a többiekkel foglalkozni, hanem mi az, amit én megtanultam, amire készültem, amire éveken át edzettünk, és hogy azt próbáljam teljesíteni, és természetesen ott a többi pályán is ott vannak, de azt amennyire lehet próbálom kizárni, és azt a teljesítmény nyújtani, amire én vagyok képes. Ez tetten érhető a Suhanynál is? Én azt gondolom, hogy nem. Legalábbis mindenki annyira más sportágokat űz, hogy, és másfajta módon, hogy mi nem versenyzünk egymással, hanem egymást segítjük, és akárhányszor van egy futórendezvény, az egész rakpart visítve ordít, és Suhany! És ez egy olyan közösségkovácsoló erő, amit szerintem mindenkit előre mozdít, és például a Vivicsite kapcsán az utolsó 4 kilométeren voltunk szurkolásban, és ott ment el a 10K, meg a félmaraton is, és láttam az üveges tekinteteket, hogy még 4 kilométer, te jó Istenem, mert bele fogok pusztulni, és akkor ilyenkor biztattuk az embereket, pacsisztattuk őket, nyomtuk a vicces sztorikat, és nagyon sok embernek tudtunk ezzel segíteni, én úgy láttam. Egy-két ember meg is állt, és megölelt minket, és aztán tovább futott. És abból tudtuk, hogy akkor valamit jól csinálunk ezek szerint. Vagy van ideje. Jó volt a rész ideje, belefért még egy ölelés is, és az ölelésen, vagy akár egy ilyen emberi gesztuson kívül, mi az, ami ilyenkor titeket technológia oldaláról át tud billenteni, akár egy holponton, vagy ilyenkor már csak magatokra számíthattok? Én azt gondolom, hogy minden futórendezvény, minden versenyen az ember igazából csak magára számíthat. De van az a pont, amikor jó az, hogy egy szintén suhanyos vagy bárki megfogja a kezedet, és azt mondja, hogy na ezt a 4 kilométert még ha fúj, ha szakad, lefutod. Én így látom. Van olyan, amikor ránézel az órádra, akár egy Vivicsita típusú versenyen, és azt mondod, hogy na hát ezt kicsit meg kéne tolni még, mert nem ezt terveztem, és akkor ugye ennek szöges ellentéte azért, hogy sprinttávra készülsz, és sprinter szeretnél lenni, ahol nem feltétlenül így tudod mérni azt, hogy milyen teljesítményre vagy képes. A sprintedzéseken inkább a pulzust mérjük, ott nem is nagyon van időm azzal foglalkozni, most lenyomjam a gombot vagy sem. Sőt, nem is örülne az edzőt, ha azzal foglalkozná. Igen, azt gondolom, hogy amikor viszont, mert úgy van, hogy általában a heti 3-4-5-6 edzés, az mindig a sprintről kell szóljon. Egyéb kiegészítő edzések vannak, például úszás, különböző kondicionáló edzések. És csak akkor használom az órát, amikor nem sprintelek. Szóval egy kicsit furcsa a helyzet, hogy többet kéne foglalkoznom az órával is. De ugye a kettő az nem hozható össze. Az úszóedzéseken szokott az lenni. Ránézek az órára, húha, leúsztam 1000 métert szörnyű idő alatt, na most egy kicsit húzzunk bele. És akkor ez tud motiválni engem is egy kicsit. Igen, azért nehéz megtalálni az egyensúlyt, és egy kicsit el is gondolkodhatok, mert egy ilyen záró körkérdést tennék föl nektek, hogy inkább hogy érzitek, hogy állunk most, egy pozitív
azt nem mondom, hogy negatív hatása van-e, de előre mozdító hatása van inkább annak, ahol most tartunk a digitalizációban, vagy azért még tanulnunk kell, és kell fejlődnünk, és ezt a kérdést ezt talán egy kicsit önöknek felétek is felteszem, mert hogyha érkezik olyan kérdés, amire mi tudunk válaszolni, és nem beszéltünk róla, akkor örömmel vesszük, és természetesen a végén még erről beszélgetünk egy kicsit. Szóval ki szeretnék kezdeni? Hogy állunk most ezen a téren? Szerintem itt több olyan téma is volt, ahol azt mondtuk, hogy igen, akkora adathalmaz van, hogy ezt tudni kell leszűrni. Tehát meg, vagy az, hogy mondjuk ugye, hogyan tudjuk használni egyáltalán az adatokat, hogy azért, vagy az, hogy mondjuk a közösségi médiát hogyan használjuk, hogy ezt azért tanulni kell. Tehát nem tartunk. És hol tartunk ebben? Én azt gondolom, hogy még a folyamat elején. Tehát ezek, amiket elhangzottak például, hogy most akkor mit csináljunk azzal, hogy a sportoló használja a közösségi médiát, vagy sem. Tehát azért még mindig a folyamat elején tartunk, és itt ugye voltak olyan dolgok, amikre azt mondtuk, hogy hát persze tök jók a számok, de azért az emberi szemet, meg ezt a szubjektív megítélést, ezt nem nagyon lehet kivenni a rendszerből, és ezt meg kell szokni, hogy mi az, ami kell hozzá, mi az, ami nem kell hozzá. Én azt gondolom egyébként, hogy itt most ugye beszéltünk a laptop edzőkről, tehát azok az idősebb edzők ugye már kifele mennek bármelyik sportágból, és nem nagyon használják ezeket a rendszereket. Ha ők most lennének fiatalok, lehet, hogy ők is ugyanúgy tudnák használni. Tehát ez megint csak generációs kérdés is, és egy tanulási folyamat. Tehát ennek én azt gondolom, még mindig az elején vagyunk, és azért kell még ahhoz idő, hogy tényleg megtaláljuk azt az optimumot, hogy a saját szubjektív megítélésünk és a digitalizáció, a kettő hogyan fér össze, de az egyértelmű szükség van a digitalizációra. Tehát nem arról van szó, hogy mi kell-e vagy nem kell, hanem hogy hogyan tudjuk optimálisan felhasználni. A másik pedig az, hogy ez mind csak segítség. Tehát amit megint csak többször elhangzott, hogy ettől függetlenül a sportolónak a munkát magának bele kell tennie. Tehát az sehogy nem ússza meg senki. Nem is akarja szerinted, de mondjuk mennyi időt veszel Balázs a életedből az, hogy leszűrd az adatokat, és tudd, hogy melyik adatot szeretnéd, vagy az, hogy megírsz egy edzéstervet? Hát egyszer összeszámoltam nagyjából, hogy egy éven olyan 250-300 órát foglalkozok csak én vele. Ez csak az adatokkal? Ez csak az adatokkal, tehát ebben nincs benne, hogy megtervezek egy edzést az adatok alapján. Hál' Istennek elmondhatom, hogy dolgozik mellettem két tényleg szenzációs szakember, mondjuk két évvel ezelőtt még ez nem így volt, az adatok már akkor is jöttek. De körülbelül ennyi időt és energiát elvesz az embertől. Egy picit csatlakoznék oda, amit előttem szóló mondott, hogy én azt gondolom, a technika most még előrébb jár, gyorsabban fejlődik, mint az a tudomány, ami feldolgozza ezeket az adatokat. Úgyhogy ez egy izgalmas feladat lesz majd a jövőben, hogy tényleg csak azokkal a dolgokkal foglalkozzunk, amelyek ezekből hasznosak. Tehát rengeteg olyan digitális technika van, ami igazából naponta kijön valami új, egyre újabb és újabb dolog, de nem biztos, hogy mindenre szükségünk van az életünkben, sőt, biztos, hogy nincs mindenre szükség az életünkben, és az a fontos mondani, mi az, amit a sportolóknak átadunk ebből. Mi az, ami neki a hasznát fogja szolgálni. Tehát az elején mondtam, hogy közel másfél millió, vagy még több döntést hoz egy sportoló a mérkőzésen, egyetlen egy technológia nem fogja ezt kiváltani a jövőben, tehát gólt nem fog szerezni egyetlen egy számítógép sem, egyetlen egy program sem, de hozzá segít ez ahhoz a pillanathoz, hogy a sportoló ott legyen és jó döntést hozzon, az biztos. És hozzá segíti az átlag a sportra nyitott embert ahhoz, hogy mondjuk egészségesebben éljen? Abszolút, szerintem igen. Tehát a szabadidősportban ennek hatalmas előnye van. Én az embert hangsúlyoznám ebben, hogy úgy, ahogy az edzőket, mint embereket, mint személyiségeket, mint pedagógusokat ott kell tartani. Tehát nem, én egy picit óvnám attól a sportágokat, hogy belehiggyenek abba, hogy most csak az adatok döntenek el mindent. Ezek az adathalmazok visszaigazolnak eddigi edzéselméleti kérdéseket, vagy elvetnek, vagy nem. Az is mondhatjuk néhány dologra, hogy butaságot csináltunk éveken vagy évtizedeken keresztül. Most már tudjuk, nem baj. Mindenki előre néz, és próbáljuk megtalálni ebbe a jó dolgokat. És bele tudjuk vinni az emóciót, nem? Hát az emóció mindenképpen fontos, és tényleg a tudatosság, meg az, hogy olyan mértékű információ halmaz szakadt ránk, hogy a szűrés az nagyon-nagyon fontos minden területen. Ugye szó esett itt akár az edzésről, az adatoknak az elemzéséről, vagy akár a közösségi médiáról.
Még egy érdekes adat a saját mérésem alapján, hogy a minta, tehát a mért olimpikonok, akik válaszoltak, ők például a közösségi oldalak kapcsán, vagy tehát a közösségi oldalak használata kapcsán kevesebb, mint a felének volt saját hivatalos oldala. Ez egy 2016-os adat. Hogyha azért megnézzük azt, hogy mégis olimpikonokról beszélünk, ami a legfelsőbb szintje az élsportolóknak, olimpiai sportágok tekintetében, azért ez nem egy túl magas szám. És itt is abszolút szüksége van a tudatosításra, az edukációra, hogy miért van erre szükség. Úgyhogy tényleg egy kicsit át kell ezt is reformálni, és azért ez egy hosszú út, és ez is felmerült, hogy ugye rohamosan fejlődik a digitalizáció, és egy kicsit le van maradva a feldolgozás. Kérdése az, hogy egyetlen valaha utolírja egyik a másikat, mert a digitalizáció az folyamatosan megy előre, mi roholunk utána, de tudatosan szűrve és tényleg fókuszálva azt gondolom, hogy óriási dolgokat el lehet érni. Éppen ezért kell néha egy kis én idő, ugye? Amikor egy picit az ember megáll és kiszáll belőle, aztán majd bekapcsolódik? Így van. Én magamon tapasztalom, hogy a túlzásba vitt közösségi média és mindenféle influencer munkák és felkérések egyúttal elveszik a fókuszt arról, ami az igazán fontos. Most a tavasszal ebbe csöppentem bele, és azt hittem észre, hogy több ruhapróbán vagyok, mint edzésen. És ez így nagyon nem volt rendben. Arról beszéltem, hogy paralimpikonnak készülök, és közben meg ronyrázni mentem a helyet, hogy edzésen voltam. Én tudok még egy gondolattal kapcsolódni a záró gondolathoz, hogy a technika milyen mértékben fejlődik. Ez engem annyira felvillanyoz. Nem csak azért, mert komfortosabb lesz az életem, hanem mert az én kategóriámban vajon milyen fejlődés indul el. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a műláb, a futóláb az azért jobb, mert nagyobb teljesítményre képes, és olyan dolgokkal ruházza fel a viselőjét, ami nem a hétköznapi ember teljesítménye. Ezt nagyon erősen meg tudom cáfolni, hogy jelenleg ez nem így van, mert nem csak a fájdalomérzet, hanem ugye, ha belegondolunk, minél kisebb az erőkar, tehát minél kisebb valakinek a lába, annál kisebb az erő, amit ki tud vele fejteni. Mégis azért azt gondolom, hogy egy 20 év múlva, ha majd erről fogunk beszélgetni, szerintem már nagyon más lesz a helyzet, és kíváncsi leszek, hogy mit tartogat majd számomra, meg mindenki számára a jövő. Hát igen, azért ez egy kicsit ismeretlen terület, de megpróbáltuk egy picit belelátni most a sport szemszögéből, és köszönjük, hogy velünk voltak, és meghallgattak minket, meghallgattatok. Hogyha van esetleg kérdés, akkor... Na, itt kaptunk is egyet. Digitális eszközök segítenek a sportsérülések kiszűrésében, nagyobb sérülések megelőzésében, például nem terheljük tovább a sportolót. Ugye ez egy kicsit más területe ennek a szegmensnek, de hát az edzők, a sporttal foglalkozók gyakorlatilag már innen indulnak, nem feltétlenül ide érkeznek, ugye? Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. A futballban nagyon fókuszos sérülési terület nekünk a boka és a térd. Én azt tudom mondani, hogy mióta használjuk ezeket az eszközöket, és természetesen egyéb modern módszereket, tehát prevencióval foglalkozó szakembert, rehabilitációs gyakorlatokat, ez összetett dolog, de az biztos, hogy nekünk negyedik éve nincsen se boka szalagszakad, se térd szalagszakad játékosunk, nem biztos, hogy sok magyar profinak nevezhető csapat van, ahol ez nem történt meg, tehát az biztos, hogy használható, meg mint említettük az előbb adott esetben, igenis mutatja azt, hogy egy játékos fáradt. Tehát ezek az eszközök arra is alkalmasak, hogy egy bizonyos szintű mérkőzés terhelés után jelzik számunkra, nyilván nem 100%-os pontossággal, de adott esetben azért egy emberi szemnél sokkal pontosabban, hogy mennyi az az idő a játékos esetében, és ez egyénenként változhat, meg edzettségi állapottól is függő, mikor legközelebb képes magas szintű mérkőzés teljesítmény leadására egy sportoló. Ezt órára meg tudja adni egy ilyen eszköznek gyakorlatilag. És ezt figyelembe kell venni az edzéseknek a felépítésénél, ez egy teljesen normális dolog, de vannak olyan eszközök ma már, egy Omega Wave-nek nevezett eszköz, amelyet reggel, illetve edzés előtt használnak a sportolók, és egy tökéletes képet ad a játékosnak, lehet a sportolónak az idegrendszeréről, vegetatív idegrendszerről, anyagcseréről, a keringési rendszerről, minden egyébről, és ez alapján meg lehet tervezni, aznap például egy olyan típusú edzésre alkalmas, ahol a taktikával foglalkozunk, lehet, hogy nem, mert igazából 3 egyetemi vizsgája volt aznap, és agyilag teljesen kész van, hogy nyilván a kognitív szintje, a kreativitást használó, illetve a
egyéb ilyen bonyolult munkákat elvégző szintje az edzésnek, azt lejjebb kell, hogy csúsztassuk, mert egyszerűen alkalmatlan rá, és miután az agya elszáll, tehát próbál odafigyelni és elvégezni a munkáját, elszáll az agya, ugye először az agy fog elfáradni, az pedig ugye koordinációs problémákat okoz, a koordinációs problémák, akkor legyenek a sérülések, majd azonnal rögtön következik utána. Úgyhogy igen, ezek az eszközök nagyon nagy segítséget tudnak jelenteni, hogyha jól olvassa őket az ember, mert megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik hozzá, az biztos. És megint itt volt ugye a kulcs a végén, ha jól olvassa az ember, és megfelelő igen. tapasztalattal mindig, rendelkezik, vagy szakértelemmel. Abszolút, úgyhogy ebben kell majd az egyensúlyt megtalálni az elkövetkezendő időszakban. Mik a tapasztalatok, mennyire hatásos, ha egy alkalmazás noszogat, és például sportolásra, vízfogyasztásra, stb. Igen, hát ezt ugye bárki be tudja állítani a telefonján, vagy akár az okosóráján, hogy ideje megmozdulni, ugye ránk szól, hogy menjünk már futni, mert tegnap voltunk utoljára, vagy ígyünk egy pohár vizet, én ebbe marhára le vagyok maradva. Tehát ez a vízfogyasztás, ez nálam is olyan, hogy több applikációt letöltöttem már, hogy de akkor most tényleg másfél óránként iszom egy pohár vizet, de nem. Tehát rám nem hatásos. És egyébként? Én nagyon nem szeretem, ha engem noszogatni. Tehát én azt kitörnöm azt az applikációt. Nekem nem szimpatikus, hogyha noszogat. De edzésen is úgy érzem, hogy legutóbb spinningem voltam, és 5 perc múlva kiabált a hölgy, hogy így áll. És némülten néztem, hogy kötelező, tehát hogy biztos, hogy innom kell, tehát hogy nem, úgy kibírok egy fél órát vagy egy órát, biztos, hogy tudok edzeni, nem feltétlen, de tényleg ott fogyasztani kell vizet, tehát aki bírja a noszogatást, annak jó, vagy aki nem figyel, de én úgy gondolom, hogy aki figyel magára, vagy hogyha hagyjuk egy kicsit, tehát figyelemmel tudunk lenni magunkra, akkor észreveszünk, hogy éhesek vagyunk, észreveszünk, hogy szomjasak vagyunk, hogy fáradtak vagyunk, hogy nem tudom. Ezek a szuper technikák szerintem arra jók, hogy a maximális teljesítőképességet ki tudjuk hozni magunkból, és hogy ne edzünk rosszkor rosszat. Tehát én azt gondolom, hogy most egy picit abban az irányban megyünk, hogy minél többet edzünk jól. Tehát, hogy ne legyenek azok a rossz edzések, amikor már fáradtak vagyunk, amikor már nem kéne, amikor tényleg most elég gyakran szór már az edző, hogy most hagyjuk abba. Tehát ezelőtt 10 évvel, 20 évvel nagyon ritkán volt, ami rám szólt az edző, hogy vége az edzésnek. Tehát most már látja a kütyű, hogy... A medencében. Igen, tehát addig kellett, amíg meg nem pusztultam. Tehát ma már azt mondják, hogy nem kell mind feltétlen mindenbe, minden edzésbe belehalni, de hogy nagyon érdekes, hogy már a pulzuskontroll alatt edzők, most tényleg nem mondok márkákat, mert szinte minden egyes pulzus mérő szerkezet tudja ezt, hogy nagyjából kiszámolja, hogy mikor lehet és milyen edzést csinálni. Tehát az amatőr sportban is ott a lehetőség, hogy ránéz az órájára, és azt mondja, hogy szúmok edzést most 48 óráig, nem, vagy 5 napóval csinálhatok újra, addig regenerációs edzést csinálhatok, és akkor már is tudom, hogy mit kell. Tehát butosságot nem csinálnak az emberek, így irányítják. Ez jó. Megint visszaköszön az, hogy az emberi tényező nem kizárható. Elképzelhető, hogy a jövőben a robotok ellen tudunk versenyezni? Ha most is láttunk már erre példát, nem? Mostanában is voltak már ilyen kísérletek. Szerintem sportág függő is, tehát mondjuk vannak olyan sportágok, ahol ezt nehezen tudnám elképzelni. A sakkban ugye már elő is fordult, hogy a számítógép megverte az ember, de azt gondolom, hogy alapvetően, ugye pont az előbb mondtad, fél perccel ezelőtt, hogy az embert nem tudjuk kivonni, tehát azért a sport alapvetően az emberről szól. Tehát az maximum ilyen látványosság szempontjából igen, lehet. Igen. Tehát nyilván, ahogy régen ugye volt olyan Jesse Owens versenyzett lovakkal például, és aztán később elárulta, mindig úgy verte meg őket, hogy amikor eldőlt a startpisztoly, ő már futott alul, meg kicsit megijedt a pisztolytól, és nem tudta utolérni. Tehát ilyen hasonló dolog, nyilván akkor lovakkal futottak, lehet, hogy majd Usain Bolt utódai meg gépekkel fognak, de alapvetően a sport az emberről szól. Tehát ez az alapvetés azért nem fog megváltozni. Akkor egy-egy ilyen nagyobb sok kedvéért megnézzük majd. Köszönjük a kérdéseket, ez a következő kérdésünk. Köszönjük szépen tényleg az aktív részvételt, akár a szavazásban, akár a kérdésekben, és hát nektek is, hogy beszélgettünk egy jót erről, aztán lehet, hogy majd 10-20 év múlva megnézzük, hogy hol tartunk, jó? Hogyha még így együtt meg vagyunk. Köszönjük szépen a figyelmet is, viszontlátásra. Szólt az applikáció?